Sziasztok, én Kata vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. A mai videóban szeretnék nektek néhány sminket bemutatni, és ezekhez a sminkekhez szeretném a Jaclyn Hill és Morphe-nak a Volume 1-es palettáját használni. Erről már készítettem korábban egy videót nektek, hogyha szeretnétek, akkor majd ide beteszem a linkjét, és rá tudtok nézni. Az első az egy színesebb smink lenne. Szeretném itt ezeket a színeket használni a palettából, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Lássuk is akkor az első sminket. A szemem lealapozásához ma a MAC-nek ezt a Prep & Prime kis pottyát fogom használni. Ez a medium elnyomó, és egy ilyen kis ecsetet fogok hozzá használni. Most kicsit közelebb hozzak benneteket. És a bázis színként szeretném használni MFIO elnyomatot. Ezt az egész szemhéjomra viszem fel. A következő színnek ezt a Royalty árnyalatot fogom használni, ami egy ilyen sötétebb lila. Ehhez keskenyebb, de mégis határozó ecsetet fogok használni. Ezt fogom felvinni a külső V-ben. Egy kicsit eldolgozom a szemöldökön felé. Kicsit kisatírozom felfele is és kifele is. Felvittem ezt a lilás színt ide a külső sarokba, és egy kicsit kidolgoztam. A következő színnek venném ezt a Twerk árnyalatot, itt ezt a kékesebb lilásot. Egy lapos fejű ecsettel fogom felvinni ide erre a részre a lila árnyalat mellé, és egy kicsit összedolgozva. Kékes lilás árnyalatot feldolgoztam ide középre a szemhéjamra, és összedolgoztam a lilával egy kicsit, valamint felfele egy nagyon-nagyon picikét, de éppen hogy csak, inkább a szemhéjam közepére koncentráltam bele. Következő színnek pedig ezt a gyönyörűséges a türkisz kéket szeretném felvenni, ez a Pool Party árnyalata, és ezt teljesen a belső szemszúkban. Ehhez is veszek egy lapos fejű ecsetet, és akkor csak a belső szemszúkban szépen feltapogatom, és összedolgozom a korábban felvitt kékes lilás színnel. És egy kicsit egybe mosom a két színt. Veszek egy tiszta satírozó ecsetet, és eldolgozom, összemosom a színek találkozásánál a festékeket. Szeretném még itt a szemöldök alatt egy színnel kiegészíteni. Következőnek fogom használni a CC árnyalatot, ezt a rózsaszínesebb. Ez egy ilyen duókrómos, arany és rózsaszín ötvözete, úgyhogy meglátjuk. Ehhez veszek egy kisebb fejű ecsetet.
az alsó szemhéjra ugyanezeket a színeket fogom felaplikálni a fránként egymás után egy laposabb fejű ecsettel. Feltettem ugyanazokat a színeket alulra is, mint amiket felül használtam, és még ugyanezzel a sziszi árnyalattal még egy kicsit elsötérozom az egész szemhéjamat alul. Elkészültem a szemsminkkel, még azon gondolkozok, hogy a mellső szemszúgba tegyek el valamit. Még egy kis obszeszt árnyalatot is viszek fel itt. Igen, itt sokkal szebben kiemeli még ezt a zöldet is a belső szemszukomban, vagy felvittem itt ezt a fényes árnyalatot még belőle. Befejeztem a szemsminkemet, szempillát göndörítek, aztán jöhet egy kis szempilla spirál, és jövök vissza. A spirálnak ezt használtam, ez a Revlonnak a Volume and Length Magnified szempilla spirálja, és ez volt az utolsó használata, mert már ezt a szempilla spirálozást is alig akartam megcsinálni nekem. Szempilla spirálozás előtt szoktam a szememet kihúzni, de most elfelejtettem, úgyhogy ezt most fogtam. A szemem kihúzásához a Maybellinnek ezt a Master Smoky Navy árnyalatú szemszerozáját fogom használni, ami egy szép kék színű, és ezt csak a vízvonalamra fogom felvinni. Szerintem így sokkal jobban mutat ez a smink, egy kicsit jobban összehozta a szemsminkemet, hogy kihúztam a vízvonalamat még ezzel a kék színnel. El is készültem az első szemsminkkel, ez egy ilyen lila és kék kombinációjú szemsmink, lett egy kicsit füstösebb. Tettem fel egy kis szempilla spirált, valamint megerősítettem a számat hozzá. Nódosabb szájceruzával, valamint egy szájfénnyel. Remélem, hogy tetszett nektek az első smink, és akkor nézzük is a következőt. Jöhet a második smink. Ahogy az előző sminknél is, most is készen van az arcom sminkje, már csak a szemsminket kell elkészítenem, és a szemsminknek a alapozásához a MAC-nek a Prep and Prime pottyát fogom használni médium árnyalatban. Ilyen ecsettel fogom felvinni ezt a bázist, ezt a szemhéjem egész felületére fogom felvinni. Arra gondoltam, hogy második sminknek egy ilyen füstösebb szemet szeretnék elkészíteni. Szeretném használni a feketét, ezt a nagyon mély zöld színt,
ezt a fényes zöldet, valamint egy világosabb barnát, valamint egy fényes szint a szemzóba és a szemöldök csontra. Úgyhogy igen, erre gondoltam, hogy ezeket használnám most második sminkemhez, úgyhogy nézzük is. Lapos ecset segítségével felveszek a fekete színből, és azt kezdem el eldolgozni a szempillantőhöz szorosan. Megpróbáltam a feketét csak a szempillantövemhez felvinni és egy kicsit kihúzni a cicásra mind a két oldalt, de már a fekete szín felmászott egy kicsit fentebb, feljebb, de nem baj, mert úgyis egy sötét zölddel fogok most dolgozni következőnek, úgyhogy végül is ez nem nagy probléma, de igen, ilyen is előfordul. A következő szín, amivel dolgozok, az nem lesz más, mint ez a sötét zöld szín, és ezt fogom felvinni teljesen a szemhéjamra, a mozgó szemhéjamra. Ezt is egy lapos ecset segítségével fogom felvinni, és tapogató mozdulatokkal dolgozom el, vagy viszem fel a szemhéjamra, hogy minél jobban oda tapadjon a szín. Teljesen a belső szemzugig behozom, valamint a feketére is rádolgozok, és hogyha felvittem ezt a zöld színt, fogok egy satírozó ecsetet, és szépen elkezdem eldolgozni a mélyítővonalba, valamint afelé. Kifüstösítettem. Ezt a sötét barna színt fogom, ezt a Szent Lán Argot fogom hozzá használni. Szintén egy puffy satírozó ecsettel, és ide fogom felvinni, ahova már a zöldet elkezdtem el dolgozni, és szépen egybe dolgozom a kettőt. Felvittük a sötét barna színt is, akkor most jöhet egy kis világos barna szín, amivel egy kicsit eldolgozzuk az éleket. Ezt a Silk Creamet fogom felvinni, és ezt is csak egy puffy ecset segítségével, és ide közvetlenül a sötét barna színnek az élére teszem. És akkor lehet is látni, hogy mennyire szépen egybehozza, összeolvasztja a színeket. A következő színnek ezt a csillámos zöldet szeretném felvinni, a Diva szín, és ezt a szemhéjamnak a közepére, a középső részére szeretném teljesen felapplikálni. Veszek egy másik ecsetet, szépen felütögetem. A következő színként fogom használni ezt a Hustle árnyalatot, ez egy ilyen
szürkés-barna fényes szín. A belső szemtúlpa valamit a szemüldök csontra felvinnék. Ehhez veszek egy ilyen kis felhete kialakítású ecsetet. Az alsó szemhéjra pedig barnával, sötét barnával, valamint zölddel fogok dolgozni szintén. Felülre szeretnék egy tussal dolgozni, és alulra pedig majd egy fekete ceruzát fogok használni. A Maybelline-nek a Master Ink szemhéj tussal. Az eyelinert azt behoztam teljesen idáig a belső szemzugék, hogy egy ilyen cicásabb hatást érjek el, de viszont nem hoztam ki cicásra a szemhéjtussal, csak a szempillantőbe vittem fel szorosan. A fekete szemceruzával, ez a Maybelline-nek a Crayon Cool 100-as szemceruzája. Ezt fogom felvinni még a vízvonalra. Vagyok a szememmel, mármint a szemsminkkel, most jöhet egy kis szempilla göndörítés és a szempilla spirál. Szempilla spirál Maybelline Lash Sensational. Elkészültem a második sminkkel is, a számra még feltettem egy nudosabb szájceruzát és egy barackosabb szájfényt. Nagyon sötét szín lett, nagyon füstös lett, de szerintem nem lett olyan rossz. Próbáltam a szememet egy kicsit cicásítani a belső szemzugot is és kifelé is. Szerintem szép lett a végeredmény. Remélem, hogy nektek is tetszik, és nézzük is a harmadik sminket. Elérkeztünk a harmadik sminkhez, és egyúttal az utolsó részéhez a videónak, úgyhogy remélem, hogy kibírtátok eddig. Van, nézzük is, hogy milyen színeket is gondoltam.
ez egy egyszerű smink lesz, megírom. Szeretném használni ezt itt, ezt a fényes, voltósabb színt, a rózsaszínek közül valamelyiket, vagy a fényt, vagy a sziszit, és a beam árnyalatot világosításhoz, valamint egy bázisszínt fogok még felvinni majd a legelején szerintem. Nézzük is, hogy mi fog ebből kisülni. Mielőtt hozzákezdenék a sminkhez, felviszem a szemhéjamra a bázist, ez a MAC-nek a Prep & Prime kis pottya, médium árnyalatban, és ezt csak egy ilyen kis puffi ecsettel fogom felvinni az egész szemhéjamra. Első színkét szeretném használni, az MFEU árnyalatot, ami egy ilyen kis világosabb, bízses szín, és ezt fogom az egész szemhéjamra bázisszínként felvinni, és ehhez egy puffy ecsetet fogok használni. Ezzel a színnel le is fixáltam a bázisomat, úgyhogy jöhet is a következő szín. A következő szín ez a Little Lady lenne, ami egy ilyen barackosabb rózsaszín, és ehhez egy ilyen satírozó ecsetfélét használok, lakosabb, de mégis satírozó ecset. Ezt fogom felvinni a mélyítő vonalamba, a mélyítő vonalam fölé egy kicsit. Ez csak egy nagyon finom, fényes, barackos rózsaszín, ami éppen hogy meglátszik, inkább a fénye jön át ennek a színnek. Következő színnek szeretném használni a CC árnyalatot, ami már egy erőteljesebb rózsaszín, de szintén fényes szín. Ezt egy kisebb fejű satírozó ecset segítségével fogom felvinni. Ezt is ugyanoda szeretném felvinni, csak sokkal koncentráltabban, inkább a mélyítő vonalam felé. Csak egy nagyon finom rózsaszín fényes hatást érjünk el benne. Szóval ezt a színt, ezt a rózsaszínesebb színt a mélyítő vonalamba és a felé satíroztam el, de nem hoztam se túl kintre, se túl bentre, szóval megpróbáltam ebben a fenti évben maradni. Következő színként szeretném használni a Beam árnyalatot, ami egy nagyon fényes pezsgő szín. Ehhez veszek egy kisebb fejű ecsetes. Ezt a színt fogom felvinni nagyon koncentráltan a szemöldök csontomra, valamint a belső szemzugba. Visszamegyek egy picit a rózsaszínnel, és egy nagyobb picit egybe satírozom. Jó, és akkor ezt a színt még felviszem, szintén nagyon koncentráltan a belső szemzugba. Ja. És egy picit eltovalkozom. Következő lépésként az alsó szemhéjamat fogom megcsinálni, és ahhoz szeretném ezt a nagyon szép, ezt a Crenapple árnyalatot szeretném használni, ami egy nagyon
szép boltós szín, ez is fényes. Ehhez egy laposabb fejű ecsetet fogok használni, és ezt ide fogom az alsó szemhéjra felvinni, és egy kicsit vastagabban. És ez nagyon picit, egy nagyon picit ki cicásítom a végét, de éppen hogy csak. És akkor egy nagyon picit ezt egybe dolgozok. A szemkihúzással fogom folytatni, amihez egy Maybelline Master Ink-et fogok használni. Ezt a felső szemhéjamba szorosan a pillantőhöz fogom felvinni. És csak egy nagyon picit cicásítom ki a végét itt, ahol a pirossal találkozik. Meglennék a szemsminkkel, jöhet a szempilla göndörítés és a szempilla spirál. A szempilla spirál Lash Sensational Maybelline-től. Elfelejtettem egy valamit, az alsó vízvonalamat kihúzni, úgyhogy azt most pótolom. Maybelline Soft Coal fekete szemceruza. Azt fogom az alsó vízvonalamra felvinni. Kihúztam az alsó vízvonalat, és összekötöttem belül is, és kívül is a felső vonallal. Úgyhogy ezzel kész is lenne a szemsmink, még befejezem a számot, és jövök vissza. El is készültem volna az utolsó sminkkel is. Ez lett a végeredmény, szerintem nagyon szép lett. Nagyon szép, hogy a felső szemhéj egy kicsit visszafogottabb, de mégis fényes. Az alsó szemhéjet hangsúlyoztam meg inkább, valamint a számra feltettem egy erősebb rúst. Ennyi lett volna mára ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek mind a három smink. Írjátok meg kommentbe, hogy melyik tetszett nektek a legjobban. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, amíg nem tettétek meg. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!